A képzésnek helyet biztosító Irinyi János Református Oktatási Központban szeptember 9-én a hallgatók már az első órán részt is vettek. Több éves előkészítő munkát követően Kazincbarcika város önkormányzata, a Miskolci Egyetem, az Irinyi János Református Oktatási Központ, a Borsodkem ZRT és a Tiszáninneni Református Egyházkerület összefogásának köszönhetően újra van helyben felsőfokú oktatás. Professzor dr. Viskolc Béla, a Miskolci Egyetem korszerű anyagok és intelligens technológiák felsőoktatási és ipari együttműködési központjának igazgatója hangsúlyozta, hogy hosszú távú együttműködést terveznek Kazincbarcikával, és a közösen elért kezdeti sikerek optimizmusra adnak okot a képzés folytatására. Kazincbarcik azért különösen fontos az egyetem számára, mert tulajdonképpen azt a fajta partneri viszonyt, amit a Borsodkemmel már évek óta ápolunk, amit a Borsodkemből kaptunk a vegyészmérnök képzésnek a létrehozásához, azt tulajdonképpen most ezzel a új képzési egyetek az indításával próbáljuk meg egy picit viszonozni, próbáljuk közelebb hozni a képzést a Borsodkemnek a munkavállalóihoz, illetve a városhoz. Kazincbarcika város önkormányzatának fontos, hogy minél több lakost tudjon megtartani, valamint minél több fiatal tudjon visszacsábítani a városba, árult el Szitka Péter polgármester. Azt gondolom az, hogy most itt közösen mi együtt egy sajtótájékoztatóval azt be tudtuk jelenteni, hogy néhány percen belül egyébként az első óra kezdődik el, az méltán jelzi azt, hogy ez a munka révbe ért, és elkezdődött valami Kazincbarcikán, mégpedig egy olyan nagyon fontos dolog, hogy felsőoktatási intézmény kezdi el óráit itt nálunk, ami azt gondolom, hogy a város jövőjét egyértelműen pozitívan fogja befolyásolni. A Miskolci Egyetem a magyarországi felsőfokú oktatási intézmények közül az első, nemzetközi szinten pedig előkelő helyen szerepel a relatív kiválósági listán, így nagy jelentőséggel bír, hogy Kazincbarcikán kihelyezett szakot, tagozatot működtet. Borsodkem Alma Mater, a Miskolci Egyetem. Ez mindig az volt mindenféle szakmában, villamosmérnök, gépészmérnök, közgazdászban, de sajnos ezt a vegyészmérnökre nem mondhattuk el. El kellett mennünk Debrecenbe, Budapestre és egészen Veszprémig, hogy megfelelő képzettségű vegyészmérnököket tudjunk toborozni. Nyilván sokkal nehezebb Dunántúlról vagy Budapestről ide Borsod megyébe toborozni, úgyhogy mi nagyon nagy várakozásokkal tekintünk az elé, hogy itt Kazincbarcikán elindult a képzés, illetve a miskolci képzésnél pedig már látjuk, hogy ebből lesznek nekünk munkavállalóink is, hiszen most már ők a harmadévfolyamosak, az első vegyészmérnök hallgatók, harmadévfolyamon tanulnak most. Nagy jelentőséggel bír Kazincbarcika életében, hogy újra van helyben felsőfokú oktatásban való részvételre lehetőség. Fontos, hogy az itt élő fiataloknak minél több alternatívájuk legyen a jövőre vonatkozva. Sok család számára nagy segítség lehet, ha a gyermekük helyben tanulhat tovább, és nem kell messzire költöznie a diploma megszerzéséért, tette hozzá Klimon István alpolgármester. Az oktatás az Irinyi János Református Oktatási Központban zajlik, ahol biztosított az országosan is kiemelkedő színvonalú oktatáshoz szükséges technikai feltétel és a műveleti laboratórium. Mindig is fontos volt az Irinyi számára, hogy a magas színvonalú képzés mellett a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő képzést tudjon megvalósítani, és így tudja nyilvánvalóan nem csak az országos, hanem a helyi igényeket is kielégíteni. A vegyészmérnök képzés keretében az országban először kísérleti jelleggel városunkban vezeti be a kar a személyre szabott oktatási modellt is, így az egyetemi alapképzésbe belépők mellé páronként egy-egy fiatal mentoroktató áll majd, aki heti rendszerességgel konzultál a rábízott hallgatókkal, segíti az előrehaladásukat a tanulmányaik során.